Kovács Ádám vagyok, és a Nielsen Brandbanknél dolgozom, ahol az e-commerce mérés és optimalizálási megoldásokért felelek. Korábban egyébként én a Nielsen piackutatónál dolgoztam a kiskereskedelmi index osztályán, úgyhogy én elsősorban inkább az FMCG területét ismerem jobban, és innét is fogom hozni a példámat a prezentációm során. Szóval az e-commerce KPI-okról fogok beszélni, mit, hogyan és miért érdemes mérni. De előtte gyorsan, hogy miért is az e-commerce, vagy hogy miért ilyen fontos a szerepe. Ugye a járványhelyzetben elég dinamikusan növekedett, de ez már korábban is jellemző volt rá. És ugye, mint említettem, ez az FMCG iparágra különösen jellemző itt a sok korlátozás következtében, többek közt ezért is választottam ezt a példát. Egyébként itt egy söröket gyártó és forgalmazó fiktív céget, a Sörment választottam, aminek a példáin keresztül próbálom szemléltetni a miértet. Vagy hogy hogyan is lehet ezt gyakorlatilag föltenni ezeket a kérdéseket. Egyébként ugye, hogy miért is gyorsult fel most ennyire itt a COVID-19 kapcsán, ugye egyrészt az e-commerce rendeléseknél minimális a kontakt, ezáltal csökken a fertőzés kockázata. 24/7 elérhető, tehát bármikor le tudjuk adni a rendelésünk, és ezt záros határidőn belül ki tudják szállítani, és emellett egyébként elég kényelmes, és házhoz jön a rendelés, tehát minimális az erőfeszítési igény. Szóval, mint említettem, három kérdésköré fog összpontosulni a mai prezentáció: mit mérjek, miért mérjem ezt, és hogyan tudom megszerezni ezeket az információkat, hogy hogyan mérjem. Az érintett témáink a következők lesznek: egyrészt a forgalmak, forgalmi adatok, árak és a promóciók, ez egy nagyon szorosan összefüggő témakör. A láthatóság és megtalálhatóságról is fogunk ma szót ejteni, illetve az elérhetőség is kiemelten fontosnak találom. Kezdjük is meg a beszélgetést az értékesítésről és az értékesítési adatokról. Itt nagyon fontos mérni azt, hogy a mi iparágunk hogyan is teljesít, legyen az most az FMCG szektor, aztán például az FMCG szektor, vagy azon belül akár a sör, itt ez a kategória forgalmi adat, vagy azon belül, hogyha még jobban ezt leszűkítjük, például egy kézművesör hogyan teljesít, vagy mehetünk még mélyebbre szegmens szinten, hogyan teljesítenek az ipák, az apák. Ezek nagyon fontos, hogy ismerjük meg a mi tortánkat. Fontos vizsgálni a saját értékesítéseinkre vonatkozó adatot, tehát hogy hogyan is teljesítünk mi, akár egy saját webshopot nézünk, akár egy kereskedő partnerhez történt kiszállításokkal, illetve hogyha ezek a kiszállítások hogyan is történt meg a végső értékesítésük a fogyasztók felé. Érdemes lehet vizsgálni például a csatornatrendeket, hogy mely kereskedők azok, akik relevánsabbak, egyre inkább relevánsak lesznek. Van egy olyan elosztási csatornánk, ami kiemelkedik a többi közül, esetleg van egy olyan csatorna, ami jön föl, de még nem foglalkozunk vele. Egyébként itt iparág forgalmi adatokra hoztam is egy adatot, hogy mutassam is, mennyire fontossá válik ez az e-commerce. 2019. januártól novemberig tartó időszakhoz képest, 2020-ból ez az időszak, 42%, több mint 42%-kal nőtt, közel 43%-kal a KSH adatai alapján. Úgyhogy tényleg egy egészen dinamikus növekedésről van itt szó. És akkor beszéljünk is arról, hogy miért fontosak ezek az adatok. Egyrészt azért, hogy megfelelő helyre koncentrálsam a limitált erőforrásaimat. Hogyha például több kategóriában versenyzek, akkor a legfontosabb kategóriámra tudjak koncentrálni. Ha esetleg több csatorna felé osztok el, akkor próbálj meg fókuszálni a legfontosabb csatornára ezeket az erőforrásokat. Ehhez ismernem kell a tortát és a szeretem, hiszen nem mindegy, hogy egy 10 milliárdos piacon bonyolítok 10 milliós forgalmat, vagy egy 50 milliós piacból szakítok ki 10 milliót. És ugye nem utolsó sorban fontos látni, hogy merre is tart a piac. Hiszen, mint említettem, nem mindegy a torta méretes, de az se, hogy ez a torta az elmúlt időszakban folyamatosan növekszik, esetleg folyamatosan csökken. Bármelyik is történik, meg érdekes lehet elgondolkozni a bővítésről, vagy éppen más portfólió optimalizásról, új termékvonal, a termékvonalak racionalizálása, stb.
ha ismerem, hogy hogyan tart a piac, és mekkora az én szeletem, akkor elgondolkoztatok, elnézést kérek itt a botlásért, elgondolkozhatok azon, hogy váltsak egy csatornát, új csatornákat hozzak be, esetleg csökkentsem az elosztási csatornáimat. Illetve ezek alapján érdemes lehet felvizsgálni akár a promóciós stratégiámat is. És akkor, mint említettem, igyekeztem példát is hozni. Ugye itt a Sörmennél, itt egy kicsit kontextusba igyekszem helyezni, ugye említettem, hogy saját webshopot is üzemeltetünk, illetve partnerek felé is szállítjuk a mi kisüzemi söreinket. Ebben az esetben érdemes lehet ismernem, hogy mekkora is az online sörpiac. Akár itt lemeltek a kézműves sörszintig, vagy a kisüzemi sörszintig, vagy akár tényleg típusokra. Én most itt a sörpiacot vettem alapul. Mekkora forgalmat vonja itt a webshopon, ez nagyon fontos kérdés, hiszen ez lehet, hogy ez mennyire fontos elosztási csatorna, hogy ez a legfontosabb, esetleg marginális súlyt képvisel. Amennyiben a partnerek felé szállítok, akkor érdemes vizsgálni, hogy időben mekkora az eltolódás, a kiszállítás és az eladás közt. Ez azért lehet fontos, mert lehet, hogy egyébként egy egész nagy mennyiséget rendel, de egyszer ezek szerint nem biztos, hogy annyira gyors a készletforgás. Lehet, hogy érdemesebb ezt felülvizsgálni, és jobban járok, hogyha megpróbálom ezt letárni egy kisebb mennyiségre, mert ugye a webshopomban lehet, hogy hamarabb elmegy. És ugye azt is nagyon fontos vizsgálni, hogy a különböző kereskedő partnereimnél hogyan alakul a termékem forgalma, illetve akár a versenytársaim forgalma is. Ennek alapján tudok dönteni, hogy érdemesebb több erőforrást felcölnöm, szinten tartanom, új terméket bevinnem, stb. Stb. És hogy hogyan juthatok ezekhez az információkhoz, hogy egyrészt a saját rendszerimből legyen az a raktárkészletem, a vállalat irányítási rendszerem, kiszállítási adatok, szállítólevelek, stb. Stb. Lehetőségem lehet a kereskedőktől szerezni adatokat, hogy hogyan is pörögnek a termékeim, milyen hamar ment el a készletem, mekkora rendelési tétel nagyságok voltak a vevőktől, hasonló információkat érdemes. Illetve, hogyha esetleg még ennél bővebb adatélységem van, akkor piackutatási adatok vásárlása a ügynökségektől, mint amilyen akár a Nielsen is lehet, vagy az iparági kamarák hasonló szervezetektől vásárolni adatokat. Itt szorosan kapcsolódik az értékesítés forgalomtérköréhez a fogyasztóim szokásai, hogyan is vásárolnak. Érdemes lehet tudnom, hogy kik a fogyasztóim. Ugye nem mindegy, hogy én most a 20-25 éves fiatalokat, vagy mondjuk a 45-50 éves középkorokat célzom meg a termékeimmel, hogyan szólítom meg őket, milyen alkalomból veszik meg a sörömet. Hogyha ezt a sörös példát említem, de más termékeken is fontos lehet az, hogy mi az oka a vásárlásnak. Érdemes vizsgálni, hogy honnan érkeznek az oldalamról. A közösségi médiás felületen, a Google-ben egy organikus találat, esetleg egy fizetett hirdetés volt, vagy esetleg célzottan kerestek rá. Érdemes vizsgálnom azt is, hogy milyen eszközt használnak a fogyasztók a böngészés során, és itt is milyen célból. Itt hoztam egyébként egy számot nektek, ez a Nielsen Shopper Trends kutatásából származik, hogy az elmúlt 4 hétben milyen eszközt használtak online vásárláskor. Jól látjuk, hogy elég nagy súlyt képvisel a mobiltelefon és az asztali számítógép minden második vásárlásnál használták ezeket. És itt is érdemes néznem, hogy ez mondjuk az első alkalom, hogy erről az eszközről látogattak, vagy a sokadik. Ugye említettem már, hogy érdemes vizsgálni, hogy mi okból választják a mi webshopunkat, hogy itt a kulcs termékeink megismerése. Fontos tudni, hogy mi az a úgynevezett destination termék, ami oda vonza az oldalunkra a fogyasztót vagy a látogatót. Ha itt tovább akarok vinni a példámat, akkor például melyik sör az, amit a leginkább kedvelnek a fogyasztói. Mondjuk legyen ez egy ipa, egy apa, egy gyümölcsös sör. Miért? Mekkora súlyt képvisel, ez tényleg mennyire fontos, és mi az, amit úgymond csak kényelemből tesznek be a kosra, mert nálunk is elérik. És ugye ebből kifolyólag érdemes megismerni a unique selling point-ot, tehát mi az, ami engem megkülönböztet, és miért válasszanak engem, akár a kereskedőnél, akár webshop szinten.
És szintén ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy ugyan nem fog minden vásárlás, minden látogatásból vásárlás születni. Nagyon fontos vizsgálni a konverziós rátámat, hogy milyen arányban történik meg a vásárlás a látogatásból. Ennek kapcsán fontos megvizsgálni, hogy amennyiben nem fejez be a vásárlást, remélhetőleg ez minden kisebb arányba fordul elő nálatok, akkor miért nem fejezte be a vásárlást? Mi volt az a kiváltó, ami miatt elhagyta a kosarat, vagy akár az oldalt, és fontos vizsgálni, hogy hol szállt ki a folyamatból, hiszen nem mindegy, hogy már a kosárban volt a termék, és ott szállt ki, hiszen ezzel gyakorlatilag egy szándéka volt már arra, hogy vásároljon, vagy mondjuk már amint meglátta az oldalt, kilépett, vagy amikor néhányat kattintott, mert túl bonyolult az oldal például. Szintén hoztam a Shop Preference kutatásból nektek egy néhány számot, ami azt vizsgálta, hogy mik is voltak azok a tényezők, amik akadályozták a vásárlást. Ugye itt például az egyik legkomolyabb válasz az az extra költség, tehát például a szállítási költség vagy az utánvét plusz költsége jöhet számításba. Illetve ami e-commerce jelentőséget a termék megvizsgálásának a hiánya, ami szintén lehet, hogyha például rámennek egy termék oldalra, viszonylag kevés az információ, nincs visszajelzési lehetőség. Ilyenek miatt is elhagyhatják az oldalt. Ezeket például ki lehet oltani, vagy lehet ellensúlyozni, aztán jobb szó azzal, hogy plusz tartalmakat teszünk közzé, videókat, termékbemutatókat, fogyasztói véleményeket. És hogy miért is érdemes ezeket vizsgálnom. Egyrészt ugye azért érdemes vizsgálnom, hogy milyen eszközt használnak, hogy bármelyik eszközt is használják, megfelelő legyen az élmény. Hiszen hogyha azt tapasztalom, hogy az én webshopomat majd a 80%-ban mobilról látogatják, akkor nagyon komoly erőforrásokat érdemes abba fetszelnem, hogy legyen egy mobil optimizált felület, míg hogyha ez egy marginális 5% mondjuk tegyük fel, akkor ezzel nem kell azonnal napi rendi pontra tűznöm. Hogyha megvizsgálom a kilépési pontokat és azt, hogy miért látogatják az oldalam, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a konverziós rátámat növeljem. Ha ezeket a termékeket megvizsgáltam, és látom, hogy van olyan termék, amire néhány klik érkezik csak, és egész évben mondjuk ötöt sikerült eladnom, akkor lehet, hogy azt nem érdemes készleten, vagy akár egyáltalán az oldalon tartanom se. Ezzel kicsit egyszerűsítettem az oldalt, és racionalizáltam az én oldalamról is a tartott termékeket. Illetve, hogyha ezeket vizsgálom, akkor megismertem úgymond az én fogyasztómat és a célcsoportomhoz hozzávetettem, hogy vajon tényleg azok veszik, illetve látogatják az oldalam, akiket gondoltam. Hogyha ezeket mind megvizsgáljuk, és minél több információt begyűjtöttünk, akkor ezek alapján lehetőség nyílhat akár az oldal egyszerűsítésére, hiszen ha tudjuk, hogy hol vesztek el, hol vesztettük el a potenciális fogyasztókat, akkor esetleg ezen az oldal egyszerűsítésével segíthetünk. Ha tudjuk, hogy mik a legfontosabb termékeink, akkor érdemes ezek láthatóságát növelni, akár az oldalon, akár már a SEO segítségével erre irányítani a figyelmet, és ezzel párhuzamosan optimalizálni a kínálatunk. Ha úgy látjuk, hogy valami fontos hiányzik, azt esetleg behozni, ha pedig úgy látjuk, hogy vannak olyan termékeink, amik nem kellenek, akár az adott partnerünknél, akár a saját webshopunkban, azokat elhagyni vagy mellőzni. Hogyha megismertük a fogyasztóinkat, akkor sokkal jobban tudjuk célozni a hirdetéseinket is. És akkor ismét visszatérek a Shermanhez. Amíg én kérdéseket én feltennék, hogy ha a saját webshopomban gondolkozok, hogy ezeket milyen eszközről használják, hogy én említettem, közel sem mindegy, hogy az eszköz az egy mobil, vagy egy asztali számítógép. Ha nagy a mobil aránya, akkor lehet, hogy érdemes például a mobil optimalizált képeket használnom a termékképeimhez, esetleg a teljes oldalt mobilra optimalizálni. Kellően transzparens és egyszerű az oldalam. Minden információ megtekinthető és megtalálható, és könnyű navigálni az oldalon. Például már mikor a terméket vizsgálom, kiderülnek-e a szállítási feltételek, hogy mennyibe kerül, milyen idő intervallumban tudjuk ezt vállalni. Például megkérdezni, hogy a fogyasztói milyen alkalomra vásárolják a sörömet,
Ez mondjuk valamilyen születésnapi ajándék, vagy esetleg egy baráti összejövetel, vagy egy hétköznapi fogyasztás, esetleg egy mérkőzéshez például. Elérhetően minden fogyasztóim számára releváns fizetési mód. Lehet-e PayPal-lal fizetni például utánvétel, bankkártya, előreutalás? Érdemes megvizsgálnom, hogy melyek a fontosak számukra, és ezeket elérhetővé tennem. Mely termékek miatt is jönnek az üzletembe a vevők? Ugye itt már említettem ezt a példát, de ha tudjuk, hogy mi tőlünk leginkább az IPA-kat vásárolják, akkor érdemes ezekre nagyon oda koncentrálni. Még ha tudjuk, hogy tőlünk például nem vesznek stoutot, akkor azt elhagyni. És érdemes vizsgálni, hogy kik alkotják az én célközönségemet, ezt definiálni, illetve megvizsgálni, hogy valóban ők-e a közönségem, és ők vásárolnak-e tőlem. És hogy ezekhez az információkhoz hogyan juthatok hozzá. Egyrészt ugye a hirdetéseink vizsgálatával legyen az Google, Facebook, vagy akármilyen hirdetésünk. A fogyasztóink vagy vásárlóink követésével, hogy hova klikkelnek, hova néznek vásárlás közben, milyen terméket, milyen gyakran látogatnak el, stb. Stb. Ez már a sokadik vásárlásuk különböző eszközről, ugyanerről az eszközről jön nekem mindig. Fogyasztói kutatásokat végezni, akár a saját fogyasztóink megkérdezésével, akár egy ügynökség bevonásával. Illetve ezeket a forgalmi adatokat elemezni, és minél többet forgatni. Következő pont, amiről beszélni szeretnék, azok az árak és promóciók. És hogy miért is? Ugye a magyar fogyasztók nagy része, 71%-a vallotta ártudatosnak magát a Nielsen Shopper Trends kutatása szerint. És hogy akkor miket is érdemes vizsgálni? Hogyan is alakulnak az aktuális online árak a versenytársaimhoz képest? Legyen az a kereskedő partneremnél lévő versenytárs termékek, vagy a saját webshopomnak a versenytársainál a hasonló termékekre. Érdemes vizsgálnom például ennek kapcsán árversenyre utaló jeleket, ha például folyamatosan lefele mutató tendencia van az árakban, az egy kezdődő árversenyre utalhat. És akár árugalmassági számításokat is végezni, ahol meg tudom vizsgálni, hogy egységnyi árváltozás mekkora forgalombeli változást indikál. Szorosan kapcsolódik az árakhoz, az a promóciók. Itt szintén a Shopper Trendsből hoztam nektek egy számot, hogy a fogyasztók 70%-a váltott boltot vagy promóciót. Boltot vagy márkát promóció miatt, bocsánat. Úgyhogy ennek kapcsán tényleg érdemes vizsgálni azt, hogy a versenytársaink promó tevékenysége hogyan is alakul. Legyen az akár a kereskedő partnereknél lévő versenytárs termékek, vagy a versenytárs webshopok szállítóként, vagy kereskedőnél. Érdemes megvizsgálni a promóció típusokat, hogy a saját termékeim esetén mely promóciók a népszerűek. Multibuy, tehát hogy mondjuk az ötödik terméktől jár valamilyen kedvezmény, esetleg egyet fizet kettőt kap akciók. Tényleges árkedvezmény, valamilyen nyereményjátékkal ösztönözni a vevőimet a vásárlásra. Illetve érdemes vizsgálni a promóciók mértékét is, és ennek függvényében ugye alakítani a stratégiát, itt szintén képben a már előbb említett árugalmasság. Ha például tudjuk, hogy ez 1%-os árcsökkenés 2%-os forgalomnövekedést okoz, akkor ennek függvényében alakíthatjuk ki a promóciónk mértékét is. És hogy miért érdemes vizsgálni az árakat és a promóciókat? Ugye, mint említettem, magas ártudatosság jellemzi a magyar fogyasztókat, illetve az elkereskedelem az egy fokozottan transzparens iparág, hiszen néhány kattintással összehasonlíthatjuk, hogy ugyanez a termék vagy hasonló termék egy másik kereskedőnél vagy webshopban mennyibe is kerül. Nagyon fontos, hogy egyébként alacsony a váltás költsége, hiszen hasonlóan az árösszehasonlításhoz néhány kattintással átkerülhetnek egy másik webshopba a potenciális fogyasztóink. És én említettem, azért gyakran előfordul promóció miatti váltás a magyar fogyasztók esetén. Ezeket az információkat aztán felhasználhatom arra, hogy módosítsam az áraimat számomra ideális módon. Legyen ez akár egy áremelés, például, hogyha úgy találom, hogy az én termékem egy luxus terméknek számít azáltal, hogy minél magasabb az ára, annál nagyobb a kereslet. Ez például az ilyen luxus márkákra tipikusan jellemző.
De például az is lehet, hogy nekem egy LDLP stratégiát kell követnem, tehát hogy minden nap alacsonyan tartom az árát. Érdemes ennek függvényében megvizsgálnom a promóciós aktivitásomat, és hogy milyen gyakran, és ezt igyekezni optimalizálni. Hogyha esetleg túl sokat promóciózok, az ronthatja az árképet, és például amikor nem promóciós ár van, nagyon drágának tűnhet a termék. Illetve hogyha ritkán promóciózok, akkor elmulaszthatok olyan vevőket, akik esetleg kipróbálnak emiatt az akció miatt a termékem. És érdemes a saját vevőimnek a megfelelő promóció típust alkalmazni, ugye ez az előző fejezetből visszajön, úgymond fejezetből, ahol megvizsgáltam, hogy az én vevőim számára mi is a fontos. Itt deríthetem ki, hogy mi az, illetve az adatok elemzéséből, hogy mi az, amire a legjobban reagálnak. Legyen az egy árkedvezmény, legyen az esetleg egy nyereményjáték. És ugye a sörben vonatkozásában, amilyen kérdéseket fel lehet például tenni, hogy jelentősek az árkülönbségek a csatornák közt. Tehát például a kereskedő partnereimnél és a saját webshopomba mekkorak az árkülönbségek. Ha jelentősek, akkor bizonyos esetekben ez visszás lehet a termékemnél, illetve egy árversenyre is utalhat, ha például a webshopon magasabbak az árak, de akár a kereskedők közt is. Releváns promóciókat alkalmazok? Lehet, hogy én alapvetően árkedvezményeken operálok, de lehet, hogy az én fogyasztóimnak sokkal fontosabb lenne az, hogy ha a volument rendelnek, például egy ha hatosával veszik meg, akkor járna a kedvezmény, mert hajlamosak arra, hogy többet vegyenek. Érdemes megvizsgálnom azt is itt az árugalmasság jön szóba, hogy hogyan is hat ez az árváltozás a forgalmamra. Egyáltalán megéri az adott promóciót alkalmaznom, vagy esetleg ez már nem ellensúlyozza a promóció többleteladása a promócióra fordított kiadásomat. És hogy ezekhez az információk hogyan juthatok? Egyrészt ugye az ár és promóció figyelésre tartunk rendszeres manuális vagy automatizált monitorozási megoldásokat. Megbízhatunk ügynökségeket, hogy figyeljék ezeket, illetve segítsék a fogyasztónk gondolatainak megismerését. Következő témakör az a láthatóság és megtalálhatóság lenne. Fontos vizsgálnom, hogy megfelelő kategóriában szerepel a termékem. Biztos veletek is előfordult, hogyha bekerültetek egy kereskedőnél, hogy nem volt mindig adasorolva a terméketek, ahová szántátok, de akár az is előfordulhat, hogy ti nem termékkategóriák alapján próbáltok besorolni, hanem például alkalmak szerint, hogy valamilyen terméket például születésnapra, ezt mondjuk egy vacsorára, egy hétköznapi vacsorára ajánlanátok. Csak néhány példa, hogy például az alkalom szerinti besorolás. De az is lehet, hogy például a bútorok esetén kerti bútor, nappali bútor, esetleg az anyaga. És ennek kapcsán fontos lehet megvizsgálni azt is, hogy különböző keresőszavakra hol is jön fel a termékünk vagy a webshopunk. Ugye itt szóba kerülhet egyrészt a Google, különösen, hogyha a webshopunkat igyekszünk megfigyelni, hogy hol is tart, vagy különböző keresőszavakra, hogyha a sörmennél tartunk, például ha beütik a fogyasztóink, hogy kézműves sör, akkor hol jön föl, ha beütik azt, hogy IPA, hol jön föl. Illetve érdemes lehet vizsgálni márkaként azt, hogy például a kereskedőknél hanyadik helyen jön föl a termékünk, akár kategóriáról van szó, akár egy egyszerű keresésre a webshopokban. Ez azért fontos, mert egy Kantar Milwaukee-os kutatás szerint a vásárlók 70%-a nem megy túl az első oldalon. Így kiemelten fontos, hogy minél előrébb legyen sorolva a termékünk. És ugye a miértje ezeknek az információknak az az, hogy egyébként a fogyasztók nagy része használja a keresési funkciót, mint említettem, ezért is különösen fontos a keresőszavak vizsgálata, hogy hol is jön fel a termékem, és mint említettem, 10-ből 7 fogyasztó nem lép túl az első oldalon. Ezek alapján gondolkodhatunk SEO-ban, hogy
jobb eredményeket érjen a webshopunk. Amennyiben pedig például márkaként egy kereskedő webshopjában szeretnénk előrébb kerülni, akkor érdemes lehet megkérdezni a kereskedőt, hogy erre hogyan van lehetőségünk. Valamint nagyobb márkaként kategória management projektekbe részt venni. Ez is segítheti a megtalálhatóságunk, illetve magának a kategória fejlesztésének, tehát ha növeljük a tortánkat, akkor magunkat is tudjuk ezzel segíteni. És ugye ezt hogyan is fordítanám le a Sherman igényeire? Például a fontos keresőszavakra hol jelennek meg a söreim? Egy kereskedő partnerre például beütik azt, hogy IPA, akkor hozzá feltalálatot. Ha azt ütik be, hogy sör, akkor hanyadik helyen föl. Ha azt ütik be Sherman, akkor azt megtalálja-e? Mondjuk, hogyha elírnák, és nem E-vel írják, hanem Ü betűvel. Ugyanekkor fontos megvizsgálni akár a Google találatait is hasonló kereső szavakra. Illetve amennyiben én beszállítok valamilyen kereskedőnél, akkor megfelelően van-e kategorizálva, értve ezt akár a saját webshopomnál is érdemes felülvizsgálni, hogy megfelelően van-e kategorizálva a termék. Például, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen IPA-t vegyen, csak annyit tud, hogy IPA, lehet, hogy a kategória fán keresztül kattintgat, és ha nincs ott, akkor nem fogja levenni a mi termékünket a virtuális polcról. Valamint, ami például olyan besorolást alkalmazunk, hogy például alkalmakra, akkor valójában az a megfelelő alkalomhoz van-e társítva. Például a kokáért egy session IPA baráti beszélgetéseknél szerepele, míg egy stout az a téli esték kategóriában is szerepelhet, és nehogy véletlenül a nyáriak közt legyen, mert akkor nem nagyon fogják megvenni. És hogy hogyan is szerezhetem meg ezeket az információkat, itt is szóba jöhet a kereskedők és a saját webshopunk, valamint a Google manuális monitorozása, vagy valamilyen automatizált megoldással. Ezeket, és szintén megbízhatunk ügynökségeket ennek figyelésével. És a következő témám az az elérhetőség, hiszen ha nem érhető el a termék, akkor nem fogják megvenni a fogyasztók. Ezért érdemes megvizsgálnunk, hogy számomra minden releváns kereskedőnél be vagyok-e listázva. Hogyha például tudjuk, hogy vannak nagyon fontos sörös kereskedők a Sherman esetén, akkor ott vagyok-e, de hogyha esetleg ez egy másik termék, akkor az ennek releváns kereskedőnél ott vagyok-e. Érdemes megvizsgálni, hogy a versenytársaim, hogy be vannak-e listázva, hova vannak belistázva. A versenytársaim kínálatát, amennyiben például egy kereskedőként webshopot üzemeltetek. Az én kereskedőim milyen termék, legfontosabb versenytársaim milyen termékeket is forgalmaznak. Ezen kívül nagyon érdemes vizsgálni az out of stock-okat, tehát a készlethiányokat. Hiszen lehet, hogy ott vagyok, de hogyha nincsen készen termék, akkor nem tudják megvenni a potenciális vevőim, és ez egy elveszített lehetőség. És szintén a már korábban bemutatott Shopper Trends kutatásból hoztam nektek eredményeket, hogy mi történik, hogyha a fogyasztók készlethiánnyal találkoznak online vásárlás esetén. Nagyon nagy arányban későbbre tolódik a vásárlás, esetleg másik kereskedőnél vagy offline veszik meg a terméket. És hogy ezeket miért érdemes vizsgálni? Ugye már korábban is említettem, de nagyon alacsony e-commerce esetén a váltás költsége. Gyakorlatilag néhány kattintás mindössze, hogy egy másik kereskedőnél vagy egy másik webshopba megvegyem ezt a terméket, vagy egy helyettesítő termékét. Hogyha például szeretne nappali bútort venni a fogyasztó, és nem talál egy kanapét, lehet, hogy egy másik bútorkereskedőhöz elmegy, és ott még több bútorral kiegészül, és ez egy sokkal nagyobb kosart veszítettem, mint az egy kanapé. Hogyha vizsgálom a kínálatot, és látom, hogy valahol esetleg van egy előnyöm, vagy éppen egy hiányom a versenytársaimhoz képest, ezzel akár új vevők felé is tudok nyitni. És hogyha ezeket megismerem, akkor ezek alapján ugye kialakíthatok egyrészt egy előnyt, azáltal, hogy olyan termékeim vannak, ami a konkurenciánál nincs meg, így
nem tud átváltani a konkurenciámra. Ha például éppen egy készlethiány lép fel valahol, akkor azt érdemes mi hamarabb feloldanom, és amint tudok róla ezt orvosolni. Akár a készletszintek felülvizsgálásába is érdemes belefogni, hiszen ha ez egy gyakran felmerülő készlethiány, akkor lehet, hogy érdemes növelni a rendelési tétel nagyságot, vagy gyakrabban rendelni egyszerűen. Hogyha ez pedig egy partneremnél lép föl, akkor velem megkezdeni a párbeszédet, hogy ezt hogyan is tudnánk orvosolni. És ha esetleg egy új potenciális vevőkört felfedezünk, így a listázottsági elemzések alapján, akit még nem találtunk meg, akkor lehet, hogy érdemes megcélozni ezt a potenciális partnert, hát ha be tudunk oda is kerülni. Vagy hogyha esetleg valami nem volt listázva nálunk eddig, és ezzel egy új vevőkört bevonzhatunk, akkor érdemes akár ezeket is belistázni magunkhoz, és ezzel bevonzani az új vevőkört. És hogyha ezt le akarom fordítani a már példában említett vállalatra, a sörmére, akkor olyan kérdések jutnak eszembe, hogy meg tudják-e rendelni a termékem. Van-e készlethiányom, erre arra akarok utalni, éppen elérhető-e, át lett-e állítva a rendszeremben, hogy újra rendelhető a termék. Illetve, hogyha például tudjuk, hogy vannak fontos sörös kereskedőim, akkor ott be vagyok elistázva, és itt meg tudják rendelni a termékemet, anélkül, hogy elhagynák ezt a kereskedőt. Megtérül a nagyobb tételnagyság, vagy a gyakoribb beszerzés. Ez ugye akkor merülhet fel, hogyha gyakoriak a készlethiányaim, és jelenleg eszem nem megfelel a raktárkészletem. Hogyha ezt mondjuk növelem, akkor ez kárpótolja az elvesztett lehetőségekért. Ha például ezért nagyobb kosarakat hagynak el, hogy ez az egy termék hiányzik, akkor lehet, hogy érdemes akár akkor is, ha nem megy el a nagyobb rendelési tételnagyság rendelnem. Viszont előfordulhat, hogy egyébként ez egy nem egy kulcs termék, és ritkán okoz problémát az, hogy ez készlethiánnyal rendelkezik, akkor nem biztos, hogy érdemes ezt felülvizsgálnom. Érdemes lehet vizsgálni, hogy van olyan kulcs termékcsoportom, ami a konkurenciánál hiányzik. Ha most egy példát akarok mondani, van egy felfutó sörvilág, mondjuk legyen ez a NEIPA, a New England IPA, a kulcs versenytársaimnál milyen kínálat van, van-e itt valamilyen termékelőnyöm, esetleg náluk nincs a legfontosabb, partnereimnél nincsen belistázva a másik New England IPA, akkor nekem az egy potenciális előny. Illetve érdemes lehet megvizsgálni, hogy van esetleg olyan vevőkör, vagy kereskedő, aki nekem releváns a korábbi vizsgálataim szerint, vagy a célcsoport elemzéseim szerint, de még nem szolgálom ki. Például egy nagy kereskedő fogyasztóinél, egy nagy kereskedő még nem vagyok bent, egy nagyobb nevű kereskedőnél, viszont az ő fogyasztói potenciálisan kedvelhetik az én termékemet, akkor érdemes lehet oda bekerülnöm. Ugyanakkor, hogyha mondjuk azt tapasztalom, hogy van termékem 30 éves nőknek, de őket még nem szolgálom ki, akkor próbáljam őket is valahogy megszólítani. És hogy ezeket az információkat hogyan szerezhetem meg, itt is ugye érdemes monitorozni, akár automatizáltan, akár automatizáltan a saját, illetve a kereskedői partneremet, hogy éppen mi az, ami out of stock, mi az, ami egyáltalán nincs listázva, hol vannak gepek. Illetve a partnereim esetén érdemes megvizsgálni a riportjaikat, hogy milyen gyakran rendelnek, mi történik, hogyha nem tudják megrendelni az én termékem, hogyan is néz ki egy-egy rendelés. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor azt igyekszem megválaszolni. Én is köszönöm, Balázs. Balázs, ne haragudj, Ádám. Ha leveszed a screenosztást. Már is levettem. Jobban fogunk látszódni. Én itt is mindenkit bíztatnék, hogy nyugodtan, hogyha bármilyen gyakorlati kérdés eszetekbe jut, amivel ti
problémákkal, akár a mindennapokban szembesültök, vagy előttetek van egy olyan tervfeladat, amit szeretnétek megugrani, és Ádámék szakítása hasznos lehet ehhez, akkor nyugodtan írjátok be a Q&A-be. Én addig készültem itt az előadásod közben pár kérdéssel. Az első hasonló, mint amit a Balázsnak is feltettem, hogy hogyan látod, mik azok a jellemző csapdahelyzetek, amikbe nagyvállalatok bele tudnak csúszni, amikor a KPI-ok méréséről és meghatározásáról van szó. Első ilyen például az, hogyha nem megfelelően vizsgálják, hogy a termék megtalálható, tehát teszem, azt csak néhány kulcs szóra fókuszálnak, de például azt nem vizsgálják, hogy megfelelő kategóriában van-e, vagy éppen fordítva, hogy például túlságosan arra fókuszálnak, hogy mely kategóriában van. Ugye itt, hogyha most visszatérek a sörös példámhoz, szerintem ez egy nagyon jó és szemléletes példa, hogyha felsőerjesztési söröket kedvel, és ne adj Isten, ezt a hagyományos világos sörök közé teszik, akkor nem biztos, hogy a lágerek közé, akkor ezt valószínűleg szinte soha nem fogják levenni a virtuális polcról. Illetve, hogyha nem jól van összekötve a kereső szavakkal, vagy nem megfelelően van optimalizálva, és ezt a terméket nem találják meg. Uh-huh. És hogy lehet, hogy mennyire tudatos a termék elhelyezése a kereskedőknek? Én úgy látom, hogy egyébként egyre inkább ez tudatosul. Itt nyilván nagy szerepe van a párbeszédnek mind a kereskedő, mind a szállítók részéről. Hogy ez hogyan is történik, illetve felmerülhetnek ilyen alternatív kategorizálási lehetőségek is, mint mondtam, hogy például alkalomhoz vagy élelmiszerek esetén például receptek alapján csoportosítani. Itt a COVID okozta válság alatt látsz elmozdulást ezen a téren? Úgy értem, egy pozitív elmozdulást, vagy ez egy trend, ami most különösebben nem változott, egyszerűen csak kezd felzárkózni a magyar e-commerce piac. Én úgy látom, hogy egyébként itt a COVID-válság, vagy ez a pandémia helyzet eléggé nagy lökést adott az e-commerce-nek, ugye azért folyamatosan fejlődött, de most eléggé előtérbe került így a korlátozások által. Például ugye limitáltan lehetnek most hazai pályán nyitva a boltok, ugye ez az e-commerce-ben gyakorlatilag nem létezik, hogy limitált a boltok nyitva tartás, hiszen bármikor megejthetjük ezt a vásárlást. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy ezeket a tendenciákat erősíti fel, hogy ezeket a kényelmi tendenciákat még jobban fel tudja erősíteni. Uh-huh. Ugye mondtad, hogy igen alacsony a váltásnak a költsége a fogyasztó részéről. Gondolom számos cég rajtatok keresztül veletek is sok mérést készített a piacról. Hogy látjátok, mi a általában a legnagyobb problémája maguknak a fogyasztóknak, amikor egy e-commerce szolgáltatást vesznek, egy webáruház szolgáltatást vesznek igénybe? Ne ragudj, meg is feltétlenül a kérdés, mert itt a Q&A-be fölbukkant egy, és először ezt majd meg is megválaszolom itt a részvevő kérdést, aztán a tiédet, ha ez így nem probléma. Igen. Igen, ugye egy masszázs szolgáltatásnál Facebook a honlapon, mik a releváns KPI-ok. Én például azt tudom, itt tanácsolni nyilván ez valahol rátok is van bízva, de például azt tudom javasolni, hogy érdemes megvizsgálni, hogy milyen hatásfokkal, vagy milyen gyakran lépnek át a Facebook oldalról a honlapra, és a honlapon ténylegesen mennyi megrendelés történik, mennyi időpontfoglalás, esetleg milyen arányban mennek ezekre ténylegesen az időpontokra. Ha most itt néhány példát, ugye magának a vállalat ismerete nélkül kell mondanom. Ugye az volt a kérdés, hogy mik lehetnek, vagy mik a releváns képjeljük egy masszázs szolgáltatónál. Remélem, ez Norbert tudott válaszolni valamennyi a kérdésedre. Ha mégsem, akkor azt jelezd nyugodtan. Most írta Norbi, hogy igen, úgyhogy köszönöm szépen a kérdésed. Örülök is, hogy ezeket válaszoltam. Továbbra is mindenkit bíztatok, hogy nyugodtan kérdezzetek, hogyha eszetekbe jut bárki, bármi.
Én pedig újra feltenném akkor a kérdést, hogy bizonyára rengeteg mérés történik az elmúlt időszakban, hogy ki mennyire elégedett a vásárlásai során. Mik azok a legjellemzőbb pontok, elégedetlenségi pontok, amit a fogyasztók megjegyeznek, hogy ez a legnagyobb problémájuk, amikor egy webshopra felmennek és rendelni szeretnének. Nyilván nem mindegy, hogy most élelmiszer kiszállításról beszélünk, vagy nem FMCG jellegű termékekről, de ezt, ha lehet ilyet tudni, látok ilyet, akkor mik ezek? Megmondom, hogy most a fejemben erre nincs szám, de itt ugye a shopper trendre, mint az akadályok közé vissza tudok ugrani, hogy ugye azért egy komoly akadály ezek az extra költségek. Tehát ugye, ami itt felmerülhet extra költség a vásárlás során. És közben nézem, hogy mi az, amit még felírtam, hogy ugye egyrészt megjegyezted, hogy illetve kijött ebből a kutatásotokból, hogy a fogyasztóknak a 70%-a ártatosnak vallja magát. Szóval látod, ez mennyire egy szubjektív torzítás, hiszen közben meg az is látszik, hogy 10-ből 7 vásárló, tehát ugyanúgy 70% az első pár oldalán nem lapoz tovább, amikor egy webshop szóval. Igen, ugye ezt az áttudatosságot úgy kell érteni, hogy tisztában vannak az termékek áraival, és úgy gondolják, hogy képben vannak ezzel kapcsolatban. Ezt az áttudatosságot így kell ezt érteni. Egyébként saját példámból kiindulva is szerintem én is úgy érzem, hogy azért az számomra érdekes termékeknél képben vagyok vele, és úgy gondolom, hogy észreveszem, hogyha valami drágább. Nem tudom, hogy ez nálad hogy van egyébként, hogyha itt a saját példádat megosztod velünk. Azt hiszem változó. Gondolom, nálad is az, ami neked fontos, annál jobban észreveszed. Igen. Bár az őszintén szólva, valahogy megfizettem a kényelmi díjat. Igen. Én is egyébként szoktam online rendelni. Nem, arról kell szerintem nagy titkot, ezzel sokan vagyunk így. Igen, hát főleg mostanában. Jó, de akkor, hogyha jól értem, kimondható, hogy ez nem csak egy belső képzet, hogy ártudatos a vásárló, hanem tisztában van jellemzően vele. Hát ugye ez a saját bevallása szerint. Értem. Jó, milyen eszközökhöz lehet nyúlni versenytárselemzés során? Ti például hogyan csináljátok, mi az, amikre inkább az a hangsúly, hogy milyen eszközökhöz lehet ilyenkor nyúlni. Nyilván nem a manuálisra gondolok, hanem igen. Mit jelent a figyelés például? Erre itt nekünk erre egyébként van egy megoldásunk, ahogy rákérdeztél, amivel automatizáltan figyeljük a webshopokat, gyakorlatilag végignézzük a kínálatot, milyen áron, milyen promócióba megy, scrollolással tesszük meg, tehát hogy végigmegy rajta egy robot, és minden nap leellenőrzi ezeket az információkat, és ezek alapján figyeljük meg terméket, és ezeket összegezzük egy felületen. Ez az ugye például egy megoldás erre. Ugye ezekkel a robotokkal lehet a leginkább automatizálni, akik tényleg minden nap ezt végig kattintgatják. Idézőjelben végig kattintgatják, persze végignézik őket. Ti ugye rengeteg nagy márkával dolgoztok együtt. Igen. Így nevesítés nélkül, de hogy látod, mik a legfontosabb az előbb még nagyon pontosan meg volt a fejemben ez a kérdés. Mik azok a legfontosabb pontok, amiket ők tudni szeretnének, és amiben a segítségeteket kérik, és hogy ebből a következtessünk ezekre. Igen. Igen, például ugye az árfigyelés az egy gyakori kérés nálunk, hogy hogyan is alakulnak a polci árak, ítézős polci árak, virtuális polci árak. Tehát, hogy a fogyasztó milyen áron látja a terméket a kereskedőnél. Ugye ez már, ha számos kereskedőt vizsgálunk, az egy elég nagy erőfeszítés lenne ezeket vizsgálni manuálisan, rendszeresen. Ugye ez az egyik nagyon fontos.
a versenytársak promóció aktivitása, illetve a saját promóciós aktivitás is fontos eleme ezeknek a vizsgálatoknak. Ugye értékesítési adatokat is előszeretettel vizsgálnak. Ezen kívül, ami még eszembe jut, az például, hogy megfelelő kategóriában van-e a termék, adott keresőszóra hol jön föl, esetleg milyen terméktartalommal. És hogy látod, mik ezeknek a cégeknek a legnagyobb kihívásai, főleg így a járványhelyzet alatt? Ami nagyon nehéz az, hogy számukra ugye mindenki előre akar kerülni, minél inkább a megtalálhatóságban, hiszen ha látják, akkor nyilván nagyobb eséllyel is veszik le a terméket. Ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy tudják, hogy hol helyezkednek el, és hogy ezt minél előrébb tornásszák. És miben látod ennek az akadályát? Egyrészt ugye, hogy nagyon nagy a verseny, másrészt még a kereskedői webshopok ismeretének hiánya okozhatja ezt, vagy nem megfelelő ismerete talán. Ugye ezek algoritmusának kiismerése, ez például egy nagyon nagy nehézség a szállítói oldalról. Egy beszállítói oldalról. Mennyire lehetett harmonikusnak amúgy ezt a viszont, mert többször is említetted, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen single issue, hogy vagy te, hanem a kereskedővel is össze kell hangolni a tevékenységedet. Mennyire harmonikus jellemzően Magyarországon, vagy legalábbis azon a piacokon, amikre rálátok a maguknak, a kereskedőknek és a gyártóknak a tevékenysége? Ez szerintem akár egyénenként is változtat, hogy kinek milyen kapcsolatot sikerül kialakítania, így erről egy ilyen általános, konkrét választ nem nagyon tudok adni. Értem. Jó, én továbbra is bíztatok mindenkit. Ha esetleg van szakmai kérdés, akkor nyugodtan küldjétek el. Bennem még egy kérdés merült fel, így általánosságban, de aztán, hogyha erre részletes választ tudsz adni, akkor annak csak örülök. Hogy néz ki egy ilyen adatvagyon? Ugye mondtad, hogy lehet vásárolni eredményeket, kutatási eredményeket. Mi az a terület, ahol ez hasznosítható, és mi az, amire egy saját kutatást kell építeni jellemzően, mert például a iparkamarától nem fogod megkapni, vagy nincsenek erre olyan standard adatbázisok, amik ezt tudjuk szolgálni. Amit például szerintem mindenképp ugye a saját magunknak a leghatékonyabban elvégezni, az, hogy például egy saját webshop-esén esetén kicsit beletört a nyelvem, hogy kik is a mi fogyasztóink, ők miért választanak minket, ugye ezt, hogyha például regisztrált fogyasztóink, akkor tőlük azért viszonylag nagy hatékonysága, vagy könnyedén tudjuk beszerezni, de például, hogyha egy nagy fogyasztói átlagot akarunk megismerni, akkor már lehet, hogy egy ügynökséget érdemes megkeresnünk. Ha most haza akarok beszélni, akkor nyilván a Nielsen mondom, de egyébként egy ügynökséget megkeresni fogyasztói kutatásokkal, tényleg nagy átlaghoz az fontos lehet, értékesítési adatokkal a megfelelő partnert megtalálni. Ugye ez tényleg attól is függ, hogy milyen információra van éppen szükségünk. Ugye a vásárlás követést is viszonylag saját magunk tudjuk a legjobban rálátni, hogy hova klikkeltek az oldalamon, vagy hogy mi az, amire a legtöbben klikkelnek, vagy hogy honnét jönnek a fogyasztóink, milyen platformról, milyen úton jutnak el hozzánk. Erről Balázs beszélt, hogy... Igen, arra visszautalva egy kicsit. Mérni és követni. És azt úgy látod, hogy a USP-ket azokat jellemzően előre meghatározzák a partnereitek, vagy van egy elképzelés, és akkor azt utána kutatásokkal próbálják visszaigazolni. Ez igazából számomra a tyúkvagy-tojás kérdésköre, hogy igen, egy koncepció így felmerült. Mi a jellemző? Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként.
Én úgy gondolom, hogy egyébként ezt mi tudhatjuk a legjobban, hogy mi lehet a USP-nk. Ez a saját meglátásom, erre nekem sincsen egy konkrét egyértelmű válaszom, ami igen vagy nem. Szerintem ez nem fekete és fehér. Én úgy gondolom, hogy mi magunk tudhatjuk legjobban, hogy mi lehet az a USP-nk, és nyilván erre tudunk építeni. És ugye a későbbiekben azt tudjuk vizsgálni, hogy a fogyasztók is ezt látják-e előnyünknek, de ugye legelőször mi tudjuk kialakítani a termékről ezt. És nyilván így fogunk kommunikálni. Értem. Jó. Közben itt jött egy kérdés Norbert-től, hogy a fogyasztói kamarától ingyenes az adatkérés, ezt megmondom őszintén, nem tudom. Itt érdemes felkeresni az adott kamarát, hogy erről hogyan tudnak információt biztosítani.